Diós Jenő, 2700 lelkes takaros község a Börzsöny lábánál Nógrád megyében. Fő értéke a termőföld és a környező erdők. Éppen ezeket érinti a vita, ami a gazdák és a helyben tevékenykedő vadásztársaság tagjai között már évek óta zajlik. A vadászok pozícióját a vitákban erősítheti, hogy társaságukban vadászik a rétsági rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője és az osztály egyik tisztje is. De a Madarasi Vadásztársaság tagja a Diós Jenővel szomszédos rétság fideszes polgármestere is, és a vadásztársaság korábbi elnöke, a helyi erdőbirtokossági társulás egyik vezetője pedig, ahogy mondani szokás, igazi nagykutya. Récica István ügyvéd, aki már a 90-es évek elején is zsíros állami megrendelésekre dolgozott, legutóbb pedig azzal került a hírekbe, hogy irodája egy másik kormányközeli jogászcsapattal együtt gigantikus, összesen több mint 6 millió eurós honoráriumért képviselhette a magyar államot a Sukoró ügyben indult nemzetközi választott bírósági eljárásban. A Madarasi Vadásztársaság más tagjai és hozzátartozóik az évek során erős birtokossá váltak a határban. Részben olyan felvásárlásoknak köszönhetően, amelyek felvetették a zsebszerződés, színlelt szerződés gyanúját. A zsebszerződés kulcsszó, hiszen ez az, amit Orbán Viktor miniszterelnök annak idején osztrák Wirtschaftnak nevezett, s az ír magját is kiírtani ígérte. Az osztrák Wirtschaft elnevezés történetesen Diós Jenőn is megállja a helyét, a vadászó csapat egyik oszlopos tagja Amstetten bevalósi, de érdekli a magyar föld is. Rejtélyes magánhitelek, ajándékozások révén gyarapodtak, s úgy fest, akadnak közöttük, akik nem restek erőt is mutatni a kisebb tulajdonosok felé. Összesen csak nem 5000 hektárról van szó. Vessél csak, majd én learatom, hangzott el a fenyegetés, s hogy nem, el is tűnt az illető gazda aratás előtt álló zabja a földről. S ez csak egy eset, ami miatt a magukat fenyegetve érző Diós Jenőinek jobbnak látják nem állni kameránk elé történetükkel. Azt tapasztalják ugyanis, hogy a Madarasi Vadásztársasággal kapcsolatos büntetőügyek rendre megszűnnek, vagy eljelentéktelenednek a hatóságoknál.